Hát hányan kell összejöjjünk, és kinek a nevében, hogy az a valaki, vagy az a valami köztünk legyen, és jelen legyen. Hányan kell jelen lennünk egyszerre, ahhoz, hogy mindenki egyenként még inkább jelen legyen, és vajon mekkora hely kell kívül ahhoz, hogy egy gyakorlat eredményes legyen, és mekkora hely kell belül, mekkora teresség kell belül ahhoz, hogy egy élet eredményes legyen. Mint hallhattuk a bevezetőkből, ugye a Szívszutra és a nagydáráni frissít, fertőtlenít és regenerál. Tényleg. Szóval, amikor szeretnénk valamiféle működőképes minőséget elérni, valamit, ami egy picit ugye meghaladja mindazokat a formákat, mindazokat a dualitásokat, amikre egyébként az életben, így testben, így fogalmak közt, így definíciók közt és szabályok közt igenis szükség van, hát azért mégis érezzük, hogy ott valami még van, valamire még vágyunk, valami több van. És mindig bizonyos szinteken ezeket a többeket meg is próbáljuk keresni. Van, amikor pénz által próbáljuk megkeresni, van, amikor szex által próbáljuk megkeresni, van, amikor szerelem által próbáljuk megkeresni, aztán megpróbáljuk, aztán együttérzés által, de ezek mind olyan dolgok, amik így egymásra épülnek egy idő után, és mi az, ugye, amikor avalókítés van, a bódhiszatva egyszer csak azt mondja, hogy a forma valóban üresség, az üresség valóban forma. És akkor ezzel mit kezdesz, amikor lemész a kenyérboltba, és otthon felejtetted a pénztárcádat? Nem tudom. De ez a nem tudom, ez nagyon-nagyon-nagyon értékes. Ez. És annyira egyszerű, és annyira tiszta, hogy ott van az orrunk előtt, az orrunkban, a tüdőnkben, a tantienünkben, bennünk, az életünkben, mint legmélyebb eszencia, ami az egészet látja, működteti, de valahogy mégis elsikkad. És ezt, hogy ne sikkadjon el, ezt együtt érezzük, hogy együtt azért mindig könnyebb. A közösségnek legtöbbször manapság szeretik az emberek inkább a hátulütőit látni, hogy a szomszédnak ez a izéje, a sok hülye poszt, a mindenki farkasa, ta-ta-ta-ta-ta-ta. És amikor valaki elkezdi azt mondani, hát közösen könnyebb, meg azért jobb, meg ugye talán jobb lenne egy kicsit odafigyelni egymásra, akkor egy picit furcsának nézzük. Hát magunkra is gondoljuk, hogy egy úton valaki táncol és énekel. Azt nem könnyebben nézzük hülyének, mint az, aki mondjuk sír. Nem nézzük normálisabbnak azt, hogy azt úgy be, valamiért. Valamiért telepakoltuk belül a dolgokat olyan dualitásokkal, amiket úgy megszokunk. Mivel megszoktuk, valahogy működik, ha rosszul is működik, de szeretnénk kiüríteni, viszont inkább ehelyett újra és újra ugyanazokból a nézetekből, téves nézetekből, téves azonosulásokból akarjuk össze újra gyúrni ezt a dolgot, amit inkább meghaladni kéne, de ahhoz meg ezeket ki kéne üríteni. Annak, hogy valamit meghaladni, valamit minőséget hozunk, ott egyszer helyet kell csinálni. Az, hogy valami helyes legyen, hogy valaki megtérjen, oda hely kell és tér kell. És ezt segíti például a mantrázás, ezt tisztítja, most mondhatod, hogy ilyen tudati utcaseprés, tudati szippantás, tudati zuhanyzás, vagy tudati árvíz, ezek mind olyan dolgok, amiket el lehet erről mondani. De vajon miután innen kimegyünk, mi lesz? Nem tudjuk, de most mi van? És ezt meg a kidó minőségét valamennyire is ki tudjuk vinni a hétköznapokba, akkor, mint ahogy Szungszán Zenmester is Zsuzsa ajkain keresztül mondta, hát igen, ez egy csendes forradalom lehet, és igen, nagyon nagy szüksége van az embereknek erre, nem csak nekünk.
és sosem magunkért éneklünk, még csak nem is a családunkért, hanem minden érző lényért. És minél inkább ez a minden érző lény, ez ebbe a térbe belefér, amit akár a mantrával például meg tudunk teremteni, annál inkább élhetőbb lesz valószínűleg ez a világ mindenki számára. Hát én kívánom mindenkinek, hogy ez az élhetőség, ez fokozódjon nemzetközileg is akár. Köszönöm szépen. Jaj, hogy megijedtem! Az jó. Köszönöm szépen. Van, amikor csendes forradalom kell, van, amikor hangos. A csendes forradalom és az előző kiáltás azonos vagy különböző? Ha! Melyik tetszik? Emlékszem, két korszak volt az életemben, amikor nagyon sok Hamvas Bélát olvastam. Az első ilyen korszakban nagyon tetszett, de nem értettem. A második ilyen korszakban már kevésbé tetszett, de értettem. Nem tudom, melyik volt a jobb. De egy mondat nagyon megmaradt, amikor olvastam már akkor, úgy éreztem, hogy fú, ez úgy valami. És azóta is tudom idézni. Az összes többi az már így belekerült a tudattalamba. És ez a mondat a következő volt. A világ nem hely, hanem állapot. Olyan sokszor gondolunk úgy az életünkre, hogy ide leszülettünk, vagy hogy ide beszülettünk, és hogy többféle világ van. Hogy van egy túlvilág, van egy innen világ, van egy mennyország, van egy pokol, és még nagyon sokféle verzió elképzelhető. És sokszor érezzük úgy is, hogy nem jó itt nekünk. Nem jó ez, ami van. Ez a hely. Talán ezt fejezi ki az a egzisztencialista Heideggeri mondat, hogy ins Leben geworfen, hogy az életbe bevetve lenni. És ennek a mondatnak az érzésvilága, érzés szinten nagyon sokszor sokunkban megvan. Nagyon érdekes, hogyha ezt úgy közelítjük meg, hogy érzékszervekhez kötve lenni, az érzékszervekhez kötött lét, az egy nem hely, hanem állapot. És nem csak ez az állapot van. Ha azt hiszed, hogy csak ez és csak így van, és mindig is így lesz, akkor tévedsz. Akkor bezárod magad egy nagyon szűk ketrecbe, amiben valóban úgy érezheted, hogy oda be vagy vetve, és ott kell szenvedned, és várnod, hogy bedobjanak valami utalomfalatot az idomárok. Ha belegondolunk a klasszikus Mahajána tanításba, amit sokszor hallhatsz dharma beszédeken, Szulimtól, hogy van a 10 irány, vannak alulról kezdjük, vannak a pokollakók, vannak az éhes szellemek, vannak az állatok, vannak az emberek, de aztán még mehetünk följebb, annak a félistenek, annak az istenek, és akkor ott van egy határ, innentől kezdve kezdődik a szabadság, és ott vannak mindenféle ilyen lények, ilyen buddha-szerű lények, hogy önerőből megvilágosodottak a hallgatók. Most például ti hallgattok. Ez most szabad vagy nem? Vannak bódhiszattvák, vannak a buddhák.
És ezeket valóban el lehet úgy képzelni, hogy tényleg így 10 irány, 10 féle létsík, és ezek között lehet mozogni. De hát nekem mindig sokkal jobban tetszett az, hogy hát ez tényleg annyira máshol van, vagy tényleg egy ilyen más létsíkok. Mert hogyha azért jó a városba gyakorolni, mert ugye itt mindenféle emberrel találkozol, végigmész a 4-es, 6-oson, ugye sétálsz az Andrássy úton, és hát ezeknek a előbb említett 10 iránynak, hát úgy majdnem mindegyike szembe jön. Néha a pokol lakóból több van, meg az éhes szellemből, mint Buddhából, bár nem tudjuk, mert a Buddha nem látszik. Az lehet, hogy szép csöndben el van. A pokol lakó meg néha hangos. De hogy ezek valójában nem is annyira létsíkok, hanem szintén állapotok, tudatállapotok. És ezt nagyon pontosan meglátták ezek a régi pszichológusok, pszichiáterek, buddhisták, akik azzal foglalkoztak, hogy leültek és figyeltek. És akkor látták azt, hogy akár egy ülésen belül, gondolj bele, egy kídón belül be tudjuk járni majdnem mindegyikét ezeknek a tudatállapotoknak. És persze vannak emberek, akik beleragadnak hosszú távon egyikbe, másikba. Gondolj bele egy éhes szellembe, micsoda jó leírása ez a nagy pocakú, folyton éhes, de enni nem tudó lény, akinek ilyen vékony a nyaka. Ez milyen jó hasonlat egy szenvedélybeteg függőre. Gyönyörű szépen leírja. Hogy vágyik, de nem tudja kielégíteni ezt a vágyát. És van, aki ebben egy élethosszig benne van, de tőlünk sem áll az olyan távol, hogy azt gondoljuk, hogy mi itt ugye zengyakorlók vagyunk. Biztos, hogy mindenki volt már ebben a teremben, éhes szellem, és talán lesz is, mert emberek vagyunk, mert mozgunk ezek között. És lehet olyan is, hogy eljöttél egy kídóra, együttérzés, nagy szeretet, bódhiszattvája, hogy ez a tudati minőség megvalósuljon bennünk. Lehet, hogy akarsz valamilyen ilyen szép és jó dolgot elérni. És ez nem jó, nem rossz. De lehet, hogy ezzel valójában mondjuk azt gondolod, hogy hát jó, most így ilyen embernek lenni, ez kicsit olyan fárasztó, olyan jó lenne félistennek. Vagy Istennek. Ugye ez a félisten, Isten, ez egy ilyen jó allegória arra, hogyha valakinek nagyon jó karmája van. Ugye lehet, hogy egy olyan ember, aki egy nagy, ilyen fekete konvojban, ilyen megkülönböztető jelzéssel végig robog az Andrássy úton. És ugye látja az Andrássy utat, de hát semmi kapcsolat nincs, kényelmes hotelbe végigmegy, esetleg egy pezsgő van a kezébe, és annyira jó a karmája, hogy nem is kell kapcsolódnia mondjuk az éhes szellemhez a 4-es, 6-oson. Csak hogy még a félistennek és Istennek lévő jó karmája is megszűnik egyszer, és mivel minden mindig változik, újra lehet ő is éhes szellem. Úgyhogy a kérdés az, hogy látod-e a tudat állapotok változását? Látod-e a tudatszintek változását? Látod-e, hogy mi van benned? És aztán utána az a kérdés, hogy mi az, ami látja ezt? Mi az, ami látja a 10 irány mindegyikét? Hogyan tudsz oda eljutni, hogy már ne függjél a rossz karmától, nem legyél szabad? Ha szabad vagy, akkor mindegy, hogy milyen közegben vagy. Mindegy, hogy a pokolban vezet zenközpontot, vagy a mennyországban. Az a lényeg, hogy meglegyen ez. És aztán a további instrukció az, amit gyakoroltunk, és ma többször is hallhattál, hogy Kwanseon Bosal, a bódhiszattva, aki hallja a világ hangját. Halljál, lássál, érezzél tisztán. Halljad magad, fogd föl magad, halljad a másik embert. Fogd fel a másik embert, hogy ő milyen, mire van szüksége, és te milyen vagy, és neked mire van szükséged. És hogyha ez a minőség megvan pillanatról pillanatra,
akkor pillanatról pillanatra szabad is leszel bármilyen tudatállapotban, bármilyen körülményben legyél. Kinek van kérdése? Az intuíció és a bizalmatlanság közti, hogy mi a különbség között? Az intuíció nagyon divatos, a bizalmatlanság az nagyon ösztönös. Intuíciót nagyon-nagyon sokszor akarjuk használni olyankor, amikor tulajdonképpen csak találgatunk, vagy amikor inkább ösztönösek vagyunk, és többet is használják sokszor azt, hogy ösztönösen tudtam. És az ösztön az ösztön, ugye van túlélő ösztön, van birtoklási ösztön, stb. És vannak bizonyos ilyen működő dolgunk bennünk, amik a külvilágot így vagy úgy látják, ezt vagy azt projektálják rá, ezt vagy az, ettől vagy attól félnek, ettől vagy ezt vagy azt szeretnék elérni, vagy vágynak rá, és éppen ezért nagyon gyorsan létrehoznak jót és rosszat, és nagyon gyorsan beleragadnak bizonyos tudatállapotokba, és azonosulnak velük, és akkor azt mondják, hogy én már pedig doktor úr vagyok, és kész. És miután már 20 éve nyugdíjba mentem, még mindig elvárom, hogy a szomszéd doktor úrnak nevezzem, mert nincs más. De hogy jön ez most az intuícióhoz, meg a bizalmatlansághoz? Hát az intuíció az pillanatról pillanatra egy tiszta, térszerű, tükörszerű tudat, ami működik, és azt látja, ami van. És nem találgat, tehát nem próbálja elnevezni ezt a megérzést különösebben. Ezt az intuíciót inkább felismerni kell a sok zaj közt, a tiszta jelet, vagy akár a tiszta csendet. A bizalmatlanság legtöbbször az felhalmozott előzetes minták miatt létrehozott valamiféle dualitás, ami attól még lehet, hogy érvényes, vagy lehet, hogy működőképes, csak máshol van, másként működik, és más a mechanizmusa. Az intuíció ennél picit tisztább. És ezért is gyakorolunk, és ezért gyakorolunk, a gyakorlatot azért teszteljük mondjuk Koan interjúkon, hogy ezt az intuíciót, ezt merjük felismerni, mert legtöbbször nem tényleg annyira egyszerű a dolog. Igen, jön az autó, ugor félre, és kész. Ez most ez nem mese. Persze ennél a képlet néha bonyolultabbnak tűnik, de alapvetően nem feltétlenül az, hogyha leszedünk körülötte mindenfélét, például a bizalmatlanság az egy eleve létrehozol egy, elképzelsz általában egy jövőt, ami nem létezik, valamint szenvedsz egy kicsit a múlttól, ami már nem létezik, mert olyan a tapasztalatod, és ez a mostban, ez a nem tudó, ez a nem tudom, ezt nem engedjük működni. És hát nem azt mondom, hogy pillanatról, hát megtanultunk beszélni, megszülettünk, stb., de ez a kettő egyszerre kéne valahogy működjön. Szóval az intuíció, hogyha most én is egy hasonlattal le kéne írnom, az inkább egy ilyen, ez egy nagyobb térben való, eszköztelenebbül megtaláló, nem is tulajdonság, egy jelenség, vagy történés, vagy jelenlét. A bizalmatlanság az meg inkább egy kisebb térben, limitáltabb énség térben való, vagy érvényes, vagy nem érvényes olyan kevergetés, olyan katyvaszolgatás. Nem azt mondom, hogy bízd meg mindenkiben, csak ezt a differenciálódást látom én a kettő között. Hát használd az intuíciódat, és főleg tisztítsd a tudatot, amiben ez megjelenik, hogy tisztában tud érezni. És akkor talán a bizalom is megjelenik.
akár a bizalmatlansággal szemben is. Köszönöm. Hogyha el vagy veszve a gondolataidba, akkor el vagy veszve a saját mintáidba, meg az elképzeléseidbe, és akkor valójában nem bízhatsz a szemedben, meg nem bízhatsz a füledben, meg nem bízhatsz az érzéseidben, mert itt vagy. És akkor bizalmatlan leszel. Van egy híres zen koan, mindenki találkozik vele, aki egy 3-4-5-6 interjúra eljött már, Szél és zászló az a címe. És arról szól, többetek ismeri, hogy két szerzetes összevész az udvaron, nézik a lobogó zászlót, és az egyik azt mondja, hogy a szél mozgatja a zászlót, a másik, hogy a zászló mozog a szélben. Ilyen hülyeség. De néha így működünk. Lehet, hogy nem tűnik ennyire hülyeségnek, amit gondolunk, de körülbelül ezen a szinten van a gondolkodásunk sokszor. A másik embert illetően, magunkat illetően. Na és akkor oda jön a nagymester, a 6. pátriárka, aki egyébként tényleg nagyon nagymester volt, és akkor azt mondja, hogy nem a szél mozog, nem a zászló mozog, hanem a tudatotok mozog. És ez egyfelől egy fokkal már jobb tanítás, másfelől még a 6. pátriárka is, ott van a tudat filozofálása szintjén, hogy akkor a tudat mozog. Még ez is egy elképzelés. És hogyha ebben a koanban az elképzelésed szintjén maradsz, és meg akarod mondani, hogy hát a szél mozog, hát de az zászló mozog, hát a tudat mozog, hát a 6. pátriárkának van igaza, akkor ezt a koant soha nem oldod meg. Mert elmentél a gondolkodásodba, és akkor full bizonytalan az, ami körülötted van. Nem tudsz kapcsolódni a koan helyzetéhez, ergo megint csak ott van, hogy ez valahol egy bizalmatlanság, mert magadba se bízhatsz. Ha viszont ezt az egészet félreteszed és ránézel a helyzetre, akkor egy nagyon egyszerű és hát akár megmosolyogtató válasz lehetséges itt, ami átvágja ezt a teljes vitatkozási sémát, amit itt most vázoltam neked. Úgyhogy ha megvan ez a tiszta látás, és ezért jó a koan interjú, hogy gyakorolhatod, hogy mikor van ez meg, és mikor nem, akkor automatikusan minden helyzethez kapcsolódsz. Mert ott egy másik ember, ott is visszatérsz a tantiembe, és látod őt úgy, ahogy van. És akkor, ha éppen úgy látod, hogy nem helyesen cselekszik, akkor is tudsz hozzá jól viszonyulni, de ha amúgy tök normális, és csak te vetítenéd rá, hogy egyébként ki akar veled tolni, vagy meg akar téged fúrni, akkor megint helyesen viszonyulsz hozzá, és így bízhatsz a te tapasztalatodba, de bízhatsz a másik emberbe is. Mert legfeljebb bízhatsz benne, hogy megint rosszul fog cselekedni, és akkor te megint tudod védeni. Csak ugye itt van az alapja, hogy te a saját érzékelésedben bízol-e. És akkor nem kell belebonyolódni ilyen nagyon filozofikus körökbe. Ettől függetlenül ez tény és való, hogy nagyon olyan társadalomban élünk, ahol a bizalom az hiányzik. És a tiszta látás hiányzik. Érdekes megnézni, hogy menjetek be egy könyvesboltba, és meg kell nézni, hogy milyenek a sláger könyvek. Mik a sláger témák. És vagy egy internetes hírportálon. Mi gondolkodnak az emberek? És általában amiről nagyon erősen szó van, az hiányzik a társadalomból, meg az hiányzik az emberekből. És hát valóban visszatérve az elejére még, meg amiről szó volt, hogy intuíciót mindenki akarja, innen is látszik, hogy úgy érzik az emberek, hogy nagyon nincsen ez meg. És nagyon nem
nem tudnak a tapasztalatukba bízni. Úgyhogy itt az út visszafele vezet, visszafele vitt figyelem a külvilágból, ettől még érzékeljük, de a gyakorlat idejére legalábbis, és ki kell fejleszteni azt az érzékenységet, hogy te ki vagy, hogy tapasztald magad, és tapasztald a világot, és úgy, hogy a többi vélemény nem mossa ki az agyadat. És ha már megvan ez a bizalom, és megvan ez a tisztaság, akkor tudsz működni. Bármilyen ember jön szembe, pokollakó, félisten, Isten, Buddha, Bodhisattva, meg lesz a helyes kapcsolódás. Köszönöm. Szívesen. Az, hogy meghalni életet és halált, és ez mennyire fontos, ez a tanítás, és hogy mi az, ami segít nekünk ezt megérteni. Amikor hallod ezt a botütést, akkor volt élet és halál. Hát akkor lett, amikor kimondtam a kérdéssel, meg amikor te is megkérdezted. Ha visszatérünk ebbe a tiszta pontba, akkor abba valójában semmelyik ilyen fogalmi konstrukció, amit itt létrehozunk, meg aztán nyelvileg megjelenítünk, élet, halál, szenvedés, boldogság, Isten, ördög, ez nincs. És valójában, hogyha nincsen, nem lenne ez az agyad, nem lenne ez az érzékszervi rendszer, ezek valójában nem lennének. Gondolj bele abba például, amikor alszol. Ott is nagyon érdekes tudatállapotokon megyünk keresztül. Az egészben biztosan, hogy nincs az a nappali érzetünk, ami van, a nappali tudatosságunk, de amikor például eljön az az időszak, amikor az álomtalan alvás állapotában vagy, hát akkor semmi olyan nincs, amit nappal tapasztalsz. És aztán fölébredsz, és megint vagy. És megint Attila vagy. Szóval ez egy ilyen érdekes változás. De hogy az, hogy mi az élet és mi a halál, azt látni kell, hogy úgy, egyrészt most itt a teremben valószínűleg kicsit mindenki más érzésekkel és elképzelésekkel is van ezekkel kapcsolatban, de hogy alapvetően fogalmi konstrukció. Persze ezzel leírjuk azt, hogy változás, hogy elindulunk egy kis sejtből, aztán lesz egy nagy pocak, egy anyukának, aztán onnan kijövünk, fölnövekedünk, felnőttek leszünk, aztán megöregszünk és eltűnünk, meghalunk, eloszlunk. És erre a folyamatra persze használjuk ezeket a szavakat. Úgyhogy a zen az mindig azt célozta, hogy oké, hogy ha minden változik, semmi sem állandó, ahogy ez már a Buddha eredeti tanításában is benne van, akkor mi az, ami mégis ezt az egészet tapasztalja? Mi az, ami lát? Mi az, ami túl van ezen? És ennek a tapasztalatát keressük, és hogyha hihetünk annak a nagyon sok generációnak, aki előttünk már gyakorolt ilyet, nem csak zent, mást is. Hát abban mindig volt ez a gondolat, vagy ez a tapasztalat inkább, hogy van, ami ezen túl van. Van, amit nem érint testi betegség. Van, amit nem érint testi öröm. Valamit nem érint ez a változás, és ezt keressük. Csak nehezen megfogható, mert ez az, ami lát. Mert ez az, onnanak a szavak jönnek. Úgyhogy, ha megvan ennek a tapasztalata, és meg tudsz lenni ebben a pillanatban, akkor abban nincs élet és halál. Akkor
belül függetlenné tudsz válni ettől. És akkor ebből sokféle következmény lehet, lehet egy hősiesség is, lehet az, hogy másokért élsz, lehet az, hogy nem rombolsz a világban, hanem segíted a világot, mert nem hajszolsz olyan dolgokat, amik úgyis elmúlnak. Nagyon sokszor ugye ez az élet utakban, ez egy állandó faktor, hogy küzdünk a halál ellen. Küzdünk az elmúlás ellen. Műtétekkel, injekciókkal, pénzzel. Pénznek is megvan ugye egy ilyen illúziója, hogy én gazdag vagyok, gyűjtöm a pénzt, és majd végső soron valahol sokszor szerintem ott van mögött ez, hogy majd valahogy ez talán megment a haláltól, majd valahogy halhatatlanná tesz. Vagy vannak ilyen reményeink, hogy majd ha utódot hozok a világra, akkor majd az, abba leszek halhatatlan. De ha elengeded ezt az egész görcsölést, iszonyatosan könnyebb lesz. Rettentően könnyebb lesz. Úgy, ahogy láttam egy nagyon jó ilyen karikatúrát, a karikatúrán a következő látszik, pokol. Egy ilyen klasszikus pokolábrázolás, ugye ott van a kondérok, főnek a kondérokba emberek, nagy láng, nagy minden, és akkor két ilyen ördög ott így nézi őket, ugye. És hát mindenki ott borzasztóan szenved, rotyog, nyárson, stb., meg dolgoztatnak is ott ugye embereket. És van egy ember, aki egy ilyen talicskától, ő is dolgozik, de ilyen nagyon mosolygó arca van, és valamit így dúdolgat. A buborékban az van, hogy ilyen, csak ilyen hangjegyek vannak, hogy dúdolgat valamit. És akkor így a két ördög így nézi, hogy te, azt hiszem őt nem érjük el. Hozzá nem ér el a pedagógia. Úgyhogy ha éppen belül szabad tudsz lenni mindentől, akkor a pokol is remek zenközpont. Ettől még természetesen megszületsz és meghalsz. Csak nem mindegy, hogy hogy. A nagyon paradox a helyzetünk eleve, mert egy duális világban formák által akarjuk megtalálni a formátlant. A gondolkodásunk által akarjuk megtalálni az intuíciót, holott ezek pontosan, hogy kizárják egymást. És az életünkben akarjuk meghaladni a halált, és az életet is. Úgy gondoljuk, hogy ha okosabbak vagyunk, akkor megússzuk. De erre nagyon jó gyakorlat tudtam, ha van neked 5 gyereked. Hát még egy gyerekkel is bejön az embernek az életébe egyszerre a halál és az élet. Mert hogy te attól a pillanattól kezdve önként kell tanulnod egy kicsit azt, hogy önként és dalolva egy részed halljon meg, illetve add oda, inkább a gyerek éljen már onnantól. És ez tulajdonképpen egyfajta előkészület arra, hogy igen, bizonyos dolgokról le kell mondani, és egyre több dologról kell lemondani, egyre több dolgokról kell elengedni. És erre, ha valami, akkor egy gyerek biztos, hogy valamennyire vagy rá fog utalni, vagy kényszeríteni, vagy legalábbis olyan helyzetbe hoz, hogy ha nem teszed meg, akkor vagy ő, vagy te, vagy mindketten szenvedni fogtok. És ez a paradoxon dolog, ez itt találkozik, és azért nem tudunk többet mondani, és bármennyire is mondunk, mondjuk, pillanatról pillanatra az neked csak akkor fog segíteni, hogyha gyakorlat által benned valamiféle tapasztalat megszületik. És erre mondjuk például, hogy most tiszta tudattal a pokolban is tudsz bódhiszadva lenni, hát és 5 gyerekkel is. 5 gyerek és a pokol azonos vagy különböző? Eszembe jutott most még Sung San Zen mester, amikor sokat emlegetjük, szegény biztos forog a sírjába. Nem tud, mert elégették. Igen, de ő volt az, hogy így... A gráliában.
hogy ők kérdezték a halálról, és fölmerült ugye ez a kérdés is, ami az alapzen versben benne van, a Ember útja címűben, hogy honnan jössz, amikor megszülettél, és hová mész, amikor meghalsz. És akkor erről volt a kérdés, és azt mondta Sung San Zen mester, hogy hát most akkor tegyétek föl nekem ezt a kérdést. Hogy mester, hová mész, amikor meghalsz? Tanítványok, akik már betéve tudták, hogy mit mond Sung San Zen mester, mert mindig ugyanazt a 3-4 dolgot mondta, és már ott ültek ugye a veterán tanítványok, akik már mindig tudták, hogy na, megint ezt a Only Don't Know-t kezdi. Na, már megint a Keep Go Straight-et fogja mondani. Na, jó. És akkor így mindenki így fölébredt, hogy mi? Most meg fogja mondani? Hogy? És akkor nem merték, hogy ki fogja megkérdezni, hogy na, és akkor mit tudom én, a legszeniorabb mondta, hogy hát, mester. Jó, hát, hová mész, amikor meghalsz? Most meg fogod mondani? Igen. Hát hová mész, mester? A temetőbe! És megválaszolta a nagy kérdés Sung San Zen mester. Na hát, szabadság élettől és haláltól. Döntsétek el, hogy ez az-e. És mi a kérdésed? Hogy akkor mindenképp. Tehát, hogy az egyiknél is, meg a másiknál is igazából nincsen egyik sem. Mondtam, hogy nem feltétlenül tudom megfogalmazni, csak itt ezeken gondolkodtam most. Mi mondtad, hogy ugye gondolat a mennyországot, meg mindent, ugye az lényegben a, nem is tudom, a tudat, vagy nem a tudat, a gondolat, ezekkel még mindig baj vagyok ezekkel a fogalmakkal. Ugye akkor például az ugye elszületést is az elmondani hozunk létre, és ugye az sincs akkor. Tehát ugye, amint egy kijönnénk, úgymond tudat nélkül a tudatból érzékelnénk, és akkor utána vissza. Mondtad, mondhatok én bármit. Ilyenkor szokták mondani, hogy nyugodtan ígyál egy kis teát. Akkor az élet vagy halál. Nem akarom tovább ragozni. Ezeket a sok gondolatot, amit ez... Ha szórakoztat, oké. De lehet, hogy hasznosabb dolgokra is lehet fordítani. Amikor tényleg kell gondolkodni, amikor mit tudom, hogy tényleg ki kell matekozni, hogy akkor mennyi pénzből tudom kifizetni a számlát, vagy nem tudom. Szóval ez, hogy akarsz egy stabil gondolatot, hogy akkor most ezt definiáljuk, ugye el is hangzott a definíció, szóval többször, hogy definiáljuk, ugye határozzuk meg, tegyük bele valamibe. Akkor azt mondjuk, hogy közben azt mondjuk, hogy végtelenül pontszerű, végtelenül térszerű. És ez most akarsz a meghatározhatatlanra, mégiscsak akarsz egy meghatározást, és mégiscsak akarsz, és egy idő után ebbe vagy beleőrülsz, vagy megüt valaki egy bottal. Vagy az élet üt meg, és akkor hirtelen elkezded a valós szituációdat nézni, hogy mi az, ami tényleg van, hol kell felvenni a kapcsolatot, és mit kell adott pillanatban csinálni. És ezt folyamatos gondolkodással nem igazán lehet. Folyamatos definíciókkal sem igazán lehet. Tehát ne akar 50 000 verziót létrehozni,
mindenből, ami osztodásra szapodik, és hogy hozzáteszünk még egy szót, még egy szót, még egy szót, és jöjjük, hogy nincsen vége, nincsen partja, és a végén csak az van, hogy teleszemeteltük a tudatunkat feltételezésekkel és mindenfélével, és ez annyira elgyengít, hogy nem tudunk már élvezni egy sétát az utcán, mert hogy állandóan, hogy így mint a filozófusok, amikor a Monty Pythonban a futballmeccsen elhangzik a sípszó, és mindenki elkezd gondolkozni. Ott a labda középen, és mindenki. A németek és a görögök egymás ellen játszanak, a német filozófusok görög, középen ott a labda, és egyik sem ér hozzá. Na hát körülbelül ilyen, amikor állandóan gondolkozni akarsz, és az életet meghatározni. Igen, hát ehhez tudok kapcsolódni, amit Barna nagyon jól vázolt, hogy a zen gyakorlat, legalábbis az a mi gyakorlatunk, a nem tudóra, a nem tudomra akar rávezetni. És ezt mondjuk szóban is, mert úgy is kell, aztán próbálunk mindenkit a gyakorlat felé terelni. Kidó egy órán keresztül, 108 leborulás, 3x 108, 1000 leborulás, nagyon sok ülés. Ezek mind ilyen technikák, hogy megismerkedj a nem tudóval, és bírd ki azt, hogy nem tudsz tapasztalati szinten. Én azt nagyon tudom, hogy emlékszem, gimnáziumban ilyen igazi filozófus fan voltam, tehát filozófia fan. Aztán később is, tehát hogy a Monty Python jelenet az úgy rólam íródott körülbelül. Nagyon, nagyon tudok azonosulni, hogy visszagondolok, hát még most is, hogy ott a labda, és elkezdek rajta gondolkodni, és nagy örömmel olvastam a összes nagy Nietzsche, Schopenhauer, Kant, Heidegger és társaikat. Aztán végül is mindig csalódás volt, hogy valamit kerestem, nem tudtam, mit kerestem még, de nagy válaszokat, és egyik se adta meg. De azt akkor úgy nem igazán tudtam, és később se, hogy ha nekem valaki azt mondja, hogy jó, hát ne gondolkodjak rajta, hát én azt mondtam volna, hogy menj a pitlibe. Mi az, hogy ne gondolkodjak rajta? Hát van agyam, hát gondolkodom. Hát. És azért ez sok idő. Hogy legyen egy-két olyan pillanatod, amikor így azt mondod, hogy nem tudom, mi van a halál után. Azt se tudom, mi volt a születésem előtt. Mondanak emberek ilyeneket, hogy én őc voltam, meg Napóleon voltam, meg érdekes, mindig ilyen nagy emberek voltak az emberek, amire visszaemlékeznek. Én nem. Hát. Jó van. Valójában nem tudjuk, de ha most megnézel, amiről itt volt szó, hogy megszületik egy gyerek, hát ahhoz mi tudásunk, hát jobb esetben tudunk asszisztálni, hogy meg tudjuk szemmel egy szóta, hogy meg kell mosni a kezed boncolás után, mielőtt hozzányúlunk az anyához, meg ilyenek, de amúgy egy iszonyat nagy csoda, és nem tudjuk, hogy hogy működik. Tudjuk, hogy hogy működik az agy. Hát a nagy részét még mindig nem tudjuk. Úgyhogy, hogy merni ebbe az állapotba lenni, hogy nem tudom. Ez a gyakorlat. És az egy gyakorlat, mert újra és újra és újra nem tudom. Hogy élet, halál, hogy én hozom létre, vagy más, nem tudom. Ugyanígy egy klasszikus példa, nagyon ide tartozik még, ugye Isten. És biztos, hogy most megkérdeznék mindenkit, hogy na, mondd el nekem, hogy mi Isten. Hát legalább biztos, hogy mindenki valami mást mondana. És az, amit mondanátok, és nem csak ti, tehát most nem PC-zlek titeket ki, bárki, én is, hogy szerintem mi Isten, az sokkal inkább szólna rólam, mint Istenről. Mert hogy az is egy kolosszális projekciós felület, hogy ilyen, szerintünk ilyen. És ugye olyan szinten, hogy azért a történelem során rengeteg ember meghalt azért, mert kicsit máshogy gondolta azt az Istent, mint a másik csoport.
és akkor attól függ ki az erősebb, akkor a másikat megöli. És hát ugye tudjuk, hogy azért a világnak egy jelentős részében ez még mindig így van. Azért erősebb, mert Isten segít. Hát persze, természetesen, és akkor mind a kettő imádkozik a maga istenéhez, megáldják a fegyvereket, és aztán elmennek lekaszabolni egymást. Ugye most nemrég hallottam egy nőt, aki olyan béke Nobel-díjat is kapott, nem is ez a lényeg, valamilyen ugye iszlám országban élt, ahol egy ilyen nagyon kis, de nagyon régi vallási kisebbségnek a tagja volt, ahol páva kinézetű szentlényt tartanak a legfontosabbnak. És az ő elgondolásuk szerint Isten ennek a páva kinézetű főangyalnak adta oda a világot, hogy ő kormányozza a világot. És ő neki adott olyan jogokat, hogy ez a páva istenség, ez itt teljesen uralkodhat a Földön, és még adott esetben ugye hát vissza is beszélhet Istennek, hogyha éppen nem látja jónak az utasítást. És ők ezt imádják, és akkor így ez a folklórjuk. Na igen ám, de mit mond az iszlám többség? Legalábbis annak egy része. Hát ez a páva istenség, ez visszabeszélhet Istennek? Hát akkor ő Lucifer. Tehát ez a csoport az ördögöt imádja. És akkor mi történik? Iszlám állam jön, oda megy, férfiakat lekaszabolja, a nőket meg megerőszakolja, és aztán esetleg megöli. Mert hogy ők a sátánimádók. Tehát így működik az ember. És akkor ez innen jön a gondolkodásból. Ettől sokkal jobb lenne, ha mindkét csoport azt mondaná, hogy nem tudom. Nem tudom, hogy van. De ha nem tudod, és úgy mész oda a másikhoz, akkor lehet, hogy látod, hogy egy tök rendes ember. De úgy mész oda, hogy egy sátánimádó, hát azt meg kell ölni. Úgyhogy itt van egy nagy dolog, amit meg kellene tennie úgy az emberiségnek hosszú távon, hogyha szeretne békésen élni, hogy például ezeket az ilyen kollektív projekciókat, amelyek persze segítenek minket abban, hogy csoportban létezzünk, egy picit kifinomultabbakra cseréljük. Jön ez majd talán, ha nem halunk meg, és nem végezzük ki magunkat. Viszont amit te tenni tudsz, hogy keresed ezt a nem tudomot. Hogy csak lásd, hogy a padló barna. Hogy csak lásd, hogy beszélünk. Hogy csak legyél. Az nagyon jó érzés csak lenni. Aztán majd többi elintézi magát. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a bátor gyakorlást, kanszambószálozást, meditációs ülést, nagyszerű kérdéseket, és várunk titeket továbbra is. Itt a hétfői gyakorlatokon, meg a időnkénti másnapokon megrendezett gyakorlatokon, és természetesen a templomban is. Köszönjük szépen mindenkinek!